Ja, én tudok egyet, ez nagyon jó. Ja. Na. Hogy... Hogy van? Mit mond egy DJ, ha leesik egy dió fejére? Mit mond? Audio. Na jó, köszönjük szépen a figyelmet! Sziasztok, üdvözlünk újra a Kiállott beszélgetős műsorában. A mai vendégünk a 4-es Street zenekar néhány zenésze, Nikuca Alin, Pál Andor és Mihály Csaba. Sziasztok, fiúk, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Szia, sziasztok. Meséljetek egy kicsit magatokról, mit érdemes rólatok tudni? Hát elsősorban azt, hogy emberek vagyunk. Igenis, zenészek. És zenészek, zenészként ismertek minket meg az emberek. Különböző formációkban voltunk már, a fiúk is már játszottak olyan zenekarban, ami erdély szinten elismert volt, viszont hogy a 4-es Street zenekaron belül ismertük meg a további sikerek élményeit, úgyhogy kb. Ennyit úgy. Mikor alakultatok ti? Hát ennek is van egy története, hogy a zenekarnak az alapjait azt kedves barátommal, Andorkával egy kocsmába ott alapoztuk, ott beszéltük, hogy jó lenne zenélni, akkor nem tudtuk még, hogy talán zenekar is fog születni. Csatlakozott Laci és Lóri, Laci basszusgitárosunk, Lóri a gitárosunk, és rá egy hónapra, amikor elkezdtünk már komolyabban dolgozni, komoly tervek születtek meg, akkor Csabika is tört egy darabot magával is, beillesztett a 4-es Street puzzle-be, úgyhogy azóta, hogy együtt működünk, élünk. Külön sok érdekes sztoriból alakult ez. Igen. Elmesélnétek ezt a néhány érdekes sztorit, vagy a legérdekesebbet? Hát például ez, akár elmondja Alin, hogy egy iszogatás alkalmával dobták fel az ötletet. Gondolom, is. De azért nem mindegy, tehát ez nem akármilyen iszogatásról szólt, hanem pont akkor este, mind a kettőnknek valahogy valami olyan lelki sérelme került, hogy úgy gondoltuk, hogy egyet elmegyünk egyedül, és leülünk a bárpulthoz inni, de akkor még nem beszéltünk, tehát ez nem volt megbeszélve, és ez nem volt tudatos ez az egész dolog. És én is pont akkor este felmentem egyedül, és pont ott ült Alin. Egyedül. Egymás mellett. Na és akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy na mi van veled, hogy vagy, mit csinálsz, van-e mostanában zenekar, vagy... hogy vagytok, és pont akkor pont el volt, és akkor mondtuk, hogy hát egyet valamikor jó lenne, hogy összejünk, vagy egyet jameljünk, vagy valamit csináljunk, és akkor... Akkor este már nem jöttünk hozzá a zenélni. Tovább jameltünk, ahogy az előtt is jameltünk, és na, majd megalapult a zenekar. Miért lett 4-es Street a neve a zenekarnak? Hát az elén van most is egy barátunk, Király Dávid, budapesti, és pont azt hiszem nálad volt, amikor beszéltük, hogy vannak dalszövegei. És akkor ezt ugye Jönnivel vettünk, és mondtuk, hogy akkor használunk belőle, hogyha tudunk velük azonosulni, és az egyik volt nekem egy saját dal, ahol emlékez vissza, az még nem volt teljesen kész, és Dávidnak volt egy olyan szövege, ami annyira, de annyira úgy elnyert, tehát teljesen a lelki világunk azokban a szavakban egyezett, és ott volt az, hogy úgy történt minden, ahogy lennie kellett, összefutottuk a 4-es Street mellett. Az elején volt egy olyan 4-es járat, talán felkerültünk életünk első plakátján, és egy 4-es járat. Ez vicces, még nem tudta verni, és már próbáltak, és hallottuk. Mi volt ez a... Brett. Jaj! Mi ez a levegővétel? Levegővétel, hát a lélegzet. Lélegzet. Brett. Szóval egy picit túl angolos lesz, kéne valami magyar, és igazából most is angolos lesz, sikerült ugye a 4-es Street. De jó. Meg a másik, ami poén, hogy a 4. utca jobb felül, Csomagfalván, ahol a próbatermünk volt, az a 4. Tehát a 4-es Street, és azt szoktuk mondani, hogy a 4-es Street az a hely, ahol mi találkozunk a közönségünkkel, és ahol mi jól érezzük magunkat. De amúgy ez így is van. Hát ez nagyon magány. Amúgy itt említettétek, hogy mindenki különböző zenekarokból jött, tehát úgy tevődtetek, összerázódtatok. Mennyire volt nehéz összeszokni nektek? Mennyi idő kellett ahhoz, hogy azt mondjátok, hogy igen, már egy csapat vagytok? Hát nem volt szerintem annyira nehéz. Ők a zenén jobban tudják, mert már próbáltak. Én később szálltam be a zenekarba. Az előző formációban, amiben játszottunk, ott 4-en effektíve mostani felállásból benne voltunk, Andor, Gyuri, Laci meg én, hogy nem volt gond
elég jól alkalmazkodik azért. Rangidős létér azért szerintem mindenkivel volt egy alap elvárás felé, hogy kell alkalmazkodni nyilván, és ez szerint soha nem volt gond. Tehát, hogy nekem soha nem jutott eszembe az elmúlt két év alatt, hogy volt egy előző zenekar. Persze jól említett, hogy jó érzéssel gondolok rá, mert gyerekek voltunk lényegében. És elég idejében megtapasztaltunk olyan dolgokat, ami más lehet, hogy 20-30 évesen tapasztal meg egy zenekarban. De hogy soha nem gondoltam arra, hogy ez egy kiforratlan csapat lenne, és mondjuk Alin egy olyan tag lenne benne, aki becsöppent, bemenem. Tehát, hogy ahogy az előbb is elmondtuk, ez nem így alakult, hogy négyen beszéltünk össze, hogy Alinnal játszanánk, hanem épp az, hogy a volt zenekarból Andor, meg Alin kezdeményezéséből született ez az egész. Úgyhogy ez is szerintem nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ne keltsen frusztrációt, főleg benne. Te amúgy volt olyan, amikor érezted magad kívülállóként esetleg? Épp ezt akartam elmondani, hogy annyira durva, hogy öt ember mennyire egyszerre tud lépni, meg egyszerre tud lélegzeni, mert mi ahogy elkezdtünk játszani, hát Csaba a zenekarba akkor csatlakozott, amikor le voltak már kötve koncertek, és hát két héttel azelőtt, hogy elkezdtük volna úgymond a nyári szezont, Szamosújváron kezdtünk, azt hiszem. És onnantól fogva majdnem minden héten játszottunk, és összegyűjtöttünk 40, majdnem 50 koncertet az első évünkben. Tehát úgy, és akkor se hittük azt, nem is éreztük, hogy nem vagyunk. Olyan lett volna, mint egy 8 éves zenekar vagyunk legalább. Na, nagyon durva volt. De ez értékelni valóban szerintem, hogyha nem lennénk... Hát szerintem igazából lelkitársak vagyunk, mert amikor valakinek problémája van, akkor az egyik a pszichológus, amikor a másiknak, akkor a másik a pszichológus. Nagyon jól tudjuk kezelni egymást. Úgyhogy... Tudjuk, hogy ti egy viszonylag kisvárosból indultatok itt. Milyen volt a környezet? Mennyire fogadott jól titeket, mint új formációt? Illetve milyen volt a városbeli zenekaroknak a visszhangja, úgymond? Szerintem nem ezért kezdtünk el mi elsősorban. Azért ez is fontos, hogy milyen célból alakul egy zenekar. Mert hogyha az első köztől alapoztunk volna, hogy most meg kell felelni, ugyan most nem titok, hát a Bagosi akkor már, amikor mi alakultunk, már elég magas szinteken járt, és nem volt bennünk az se, hogy jaj, vajon most a vélemények, meg a visszajelzések. Mi csináltuk, jól éreztük magunkat, csináltuk, utaztunk, elvoltunk. Jó, nyilván, hogyha arra mentünk volna, hogy most milyen visszajelzések érnek, akkor a negatív feedbackekből nyilván, akkor ha ezért alakulunk, akkor lehet, hogy már ez a zenekar nem létezne. Mindenhol vannak negatív visszajelzések, de úgy gondolom, hogy annélkül, hogy ez egy kerekasztal beszélgetés alkalmára leültünk volna, és leszögeztük volna, mindenki építő jellegűként, kritikaként fogta fel, szerintem ezért tudtunk ilyen tempóba haladni. Mert két éve zenekarról beszélünk, tehát most ahhoz képest azért elég sok mindenen túl vagyunk. Milyen eredményeket vagy sikereket emelnétek ki, amire azt mondjátok, hogy szívesen visszaemlékeztek, viszont keményen megdolgoztatok, értem, hogy szerintem mindenért keményen megdolgoztatok, de hogy mik lennének ezek? Hát igazából, hogyha ki kéne emeljük, akkor lenne, hogy a Sziculus Fesztivál a nagy díjat nyertük, az első helyezést, és 2018-ban, abban az évben, amikor alakultunk, akkor az Erdély legszebb dal, legszebb Erdély magyar dal és a miénk lett. Úgyhogy persze nagyon-nagyon örülünk, viszont és rengeteges és nagyon-nagyon sokat dolgoztunk még ezekért, viszont szerintem nem ez visz minket előre, szerintem semmit, hanem csak bíztat arra, hogy és emlékeztet arra, hogy jótól vagy, jó az, amit csinálsz, el van ismerve, és akkor még többet kell dolgozni, akkor kell hajtani és kell csinálni. Két éves zenekar vagytok, hát szerintem nagyon gyorsan berobbantatok így a köztudatban, mindenkinél mindenki ismerteket, nagyon sokan eljárnak a koncertjeitekre. Szerintetek mi a titkotok nektek? Ezt hogy tud ez jól működni? Nincsen titok. Szerintem ez nem egy titok. Mindenkinek el tudnám mondani, ez kemény munka. Nagyon-nagyon kemény munka. Rengeteg, nagyon-nagyon sok kompromisszum, amit emberileg is vállalni kell és teljesíteni. Szerintem a legfontosabb az, és a legnehezebb az, amikor hát ugye már felnőttekként tekintenek rá, még mi is önmagunkra,
és már el kell kezdeni családot alapítani, élni, dolgozni. Mindenkinek az az álma, hogy zenéből megéljünk. A tavaly már lett volna erre például, talán éreztük ennek az ízét, hogy ez menni fog, hogy ebből meg tudunk élni. Az idén még jobban sikerült volna szerintem, csak ugye ez beütött a válsághelyzet, de dolgozni kell, és nagyon-nagyon-nagyon kell bízzál önmagadba, és nem csak önmagadba, a társaidba, a zenekarba, kell tiszteljétek egymást, és küzdeni nagyon sokat. Andor, te egy nagyon csendben vagy, gyere mesélj nekünk, hogy a hallgató táborra hogy álltok? Vannak szép lányok esetleg, fiúk, akik érdeklődnek irányítatok? Érdekelnek a fiúk is, mert ez nagyon jó közönség, viszont inkább a lányok szerintem. Hát ez szerintem valamilyen szinten köztudott dolog így az emberek között is, hogy amikor lejár esetleg egy koncert, akkor mi így a zenekar nagyon nem szoktunk kimenni a közönségbe, hogy a közönség embereivel találkozunk, hogy nekik egy másik koncerten legyen még érdekesebb az az egész dolog, hogy újra látnak minket a színpadon. Természetesen próbáljuk minél jobban ápolni a kapcsolatot a közönségünkkel, mert szeretjük őket, mert hogyha ők nincsenek, akkor a zenekar sincs egy és egyáltalán, és ez az egész dolog nem tud működni. De igyekszünk mindig azért megmaradni abban a burokban, hogy azért egy picikét maradjunk olyan elérhetetlenek, hogy azért legyünk így mindig egyre izgalmasabbak így az emberek számára, de nagyon szeretjük őket. Ja, hát amúgy nagyon is, mert olyan szépeket írnak egyszer-egyszer, hogy küldözgessük egymásnak, hogy láttátok, hogy nagyon örülünk, mert főleg most, amikor nem voltunk sokat színpadon, és jöttek üzenetek, igazából én fel is olvasnék egyet, mert ez pont nagyon jól jött ki, hogy én most egy pár perce kaptam egyet, és mikor is? 18 óra 12 perckor, egy fél órája majdnem. Szia, szuper, jól lett az új dal, egyszerűen imádom, úgy szeretnék már hazajutni ki Erdélybe. Magamévá érzem, köszönöm. Tehát egy ilyent elolvasni, ez azért jól esik. És akkor megint fellinkeljük az új dalt, még egyszer, hogy hallgassátok. Ez nagyon jó. Amúgy hogy látok az olyan emberekkel, mert bizonyára nem tudom, hogy álltok párkapcsolatilag, nem szeretnék belemenni, hogyha nem szeretnétek beszélni róla, de hogy álltok azokkal a lányokkal, akik nem barátilag közelednek hozzátok, finoman fogalmazom. Tilos. De van ilyen élményetek? Van. Hát meséljetek! Van. Vannak ilyen élmények, viszont van a zenekarban egy önegyesség, de szerintem ez normális is. De nem is kellett erőltetni, hanem csak elbeszéltük, hogy nem lehetünk annyira önzők, hogy felhasználjuk azt, hogy a színpadon vagyunk, és felnéznek ránk, hogy azt arra használjuk fel, hogy most anélkül, hogy erőfeszítés nélkül valakit, ahogy szokták a fiatalokat mondani, felszedni. Uh-huh. Meséljetek vicces emlékeket, vagy szép emlékeket. Hallgassanak egy kicsit a nézők, kacagjanak ők is, vagy sírjanak velük együtt. Sokat elmeséltünk már szerintem az interjúk során. Olyan is történt, hogy 9-től koncert volt, 7 órakor Andor varták a lábát, mert belelépett egy szilányba. Nem tetoválás miatt vartak, hanem... A jobb lábát be kellett doboljon. Még mi érdekes dolog. Robbant le a buszunk. Hát jó napuságok vannak, hogy megkér, hogy hozzad a gitármat koncertre, és otthon vagyunk. Olyan is, hogy... Vagy a cintányok maradnak otthon. A cintányok maradnak otthon. Vagy Magyarországon. Vagy Magyarországon, Inácson. Igen. Vagy a táskácska marad el. Vagy a táskácska marad el, igen. Sopronban az utolsó koncertünkön. Szerűtás. Fú, vannak így. Melyik lenne a legdurvább, szerintem a legviccesebb? Ó, mondjuk el most úgyis. De melyik? Az állj meg. Hallani a szájból. De úgyis tudják sokan. Szerintem ezt még egy kicsit szüneteltessük. Egy pár évet, hogy még maradjon. Az Ányekről van egy nagyon-nagyon-nagyon jó sztori. Ugyanúgy egy jó koncertén, hazafele menet illogattunk, és egy zenekartag kérte, hogy álljunk meg, mert rosszul van. És akkor úgy hangzott el az, hogy állj meg! Állj meg! És onnan jött az állj meg először. Benne is van a dalba, a dal vége fele, hogyha figyelmesen hallgassátok, akkor van egy hangom, a vártnál jobban várnak engem, állj meg! Ja. És azonnal van. Ez egy olyan emlék, hogy szerintem 60 évesen is meghallgassuk ezt a dalt, bejön ez a
az ordítás, hogy állj meg, akkor emlékeztek. Összesen dolgoztok amúgy? Ez mellett, a zenekar mellett? Hát én nem dolgoztam, most fogok neki jóformán oktatni én is. Csabinál, Andor is, Andor dobtanár, én ének és gitár, Csabi zongoratanár, Lóri meg gitártanár. Persze még a színház is. Jó, Andor még színházban dolgozik ilyen projektekben. Meg hát ez is a szakmák, tehát hogy ahogy látod, hogy mindenki próbál olyan szakmába eljeszkedni, rugalmas, hogy nekem ez egy első számú dolog volt, amiután az egyetemről hazajöttem, hogy én nem akarok államintézménybe, hanem ez volt a saját módszereim szerint, meg a másik az, hogy ne legyek lekötve. Hogyha kell menni, akkor kell menni. Tehát ez magánúton összeegyeztethető egy zenekari turnéidőszakkal, egy szezonnal, viszont egy suliba, ahol nem csak a gyereknek kötött a programja, hanem én is szabályok szerint kell mozogjak, és a feletteseimnek meg kell feleljek, mondjuk egy adott igazgatónak, ott már nem működik az, hogy eltetszik engedni szerdától két hétig. Na és akkor Andor is utána kezdte az első dobórája, dobleckje, meg volt az első diákja, Arin is most toborozza a diákokat, úgyhogy el vagyunk egy ilyen magánintézmény, amit két évvel ezelőtt nyitottam is, én ott már két éve ott vagyok, de most örülnek, hogy srácok is. Nem vagyok egyedül, meg hogy ott vagyunk is. Azért a fiatalságot kell, az utánpótlást kell. De ami megvan, hogy milyen korosztály mehet oda, vagy nem kötitek ezt korhoz? Nem. Első perctől független ez nem volt, nincs korhatár. Tehát aki zenélni, az minden zenélni vágyó. Tehát jó, most ezt hagyjuk, ez nem reklám helye, de hogy tényleg ez most... Itt lehet iratkozni. Vannak bizonyára, vannak nézők, akiket érzek, hogy nem sok ilyen lehetőség van szerintem itt a környékünkön. Úgyhogy erről beszéltek egy kicsit, hogy tudnak jelentkezni, vagy mik a feltételei annak, hogy mehessenek, vagy... Hát szerintem az elég nincsenek feltételek. Igazából jöjjön el és érezze jól magát, és tényleg, hogyha szeretne fejlődni, akkor ő is hozzá kell tegyen valamit. És ha fejlődőképes, akkor lehet. Ha úgy alakulna amúgy, hogy hát mondjuk jó úton haladtok afelé, hogy a zenekar az egy teljes főállás legyen, akkor ezt ott hagynátok? Én soha. Soha. Tehát nekem minimális szinten az életemben mindig ott lesz az, hogy az a tudást, amit én felszedtem az elmúlt 20 év alatt, azt én nekem jól esik átadni a gyerekeknek. Hogy látjátok? Lehet-e autonómnak maradni, és közben megélni is ebből? Ez a legjobb. De hogy lehet-e? Ha? Lehet. Van egy nagyon jó példánk is erre. Vannak olyan zenekarok, hatalmas nagy zenekarok, akik így működnek. Sőt, én szerintem a legnagyobb zenekarok így működnek. Hogy nem nagyon engednek más entitást hozzáférni a zenekarhoz, hogy abból keressenek, ne keressenek. Hasznot nyernek. Mert erről szól. Tanulunk, mi megtanultuk a zenekart menedzselni, megtanultuk számlát írni, megtanultunk koncertet szervezni, megtanultunk hangosítani is. Mindenki csináltok? Hát most már vannak emberek, akik, tehát van egy angyal menedzserünk Magyarországon, akinek nagyon hálások vagyunk, de egy barátunk, aki a menedzser, tehát egy nagyon közeli ember, aki közel került a zenekarhoz, és a menedzserünk lett, és hisz bennünk, és segíteni akar, nem menedzser a végzettsége, de benne van a szakmában, ismer mindenkit, sok embert, majdnem mindenkit, és sokat tud segíteni. Van egy hangosító bácsink, Táskácska, akivel nagyon jól együtt tudunk dolgozni, hangosítás terén még vannak. Úgy beszéltek, hogy Táskácska? Nem, nagyon jó sztori. Ez egy sztori. Van egy jó sztorink róla, hát. Amikor említettétek, hogy ott maradt Magyarországon Táskácska, akkor rá tényleg... Ő hagyta. Ez egy szerelő Táskácska. Igen. Az autópálya kellős közepén. Fiúk, álljatok meg! Ott maradt a táskácska. A szerelőtáskácska. Az előbb volt három perc síri cseng. Így ült a széken, és nem tudta, hogy mi történt. És kérdezik, de minden Zsolt, mi a baj? Álljunk meg a szerelőtáskácska. Most lejóra lúdj. Na, igen. Tehát, hogy körül vagyunk véve olyan emberekkel, ami... Hát, és hangosítás szempontjából nem csak Zsolt van, tehát vannak mindenhol Erdélyben olyan emberek, akikkel
akármikor szívesen úgy tudunk dolgozni, mintha a saját hangosítónk lenne. Ennek kimondottan nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Tehát ez a Vásárhelyen Laci, Kovásznál, Szentgyörgyön, István, Ricsi, Szilárd, tehát olyan emberek vannak, hogy csak örülni lehet, hogy ilyen emberekkel körül vagyunk. Meg ott van Bíró Tamás. Na hát, Bíró Tamásról egy külön műsort lehetne csinálni, mert ő az anyánk, az apánk, a nagyanyánk, a legjobb barátunk, a pszichológusunk, a ródosunk, a tourmenedzserünk, a guide-unk, sofőrünk Magyarországon, tehát nélküle, én el be tudom ismerni, nélküle mi Magyarországon az elején, meg most is nagyon nehéz lenne. Tehát ő egy olyan ember, aki... Nagyon, nagyon komoly. Az a dolog, hogy ezeket nem beszélgetjük el egymás között, mert full természetes, de ezeket most így mesélve én, túlva. Én konkrétan erők érzik egy ővel, nagyon súlyán. Mert így az csak nincs papírja. Én majd elbögtem magam majdnem. Majd derült ki, hogy nem játszhatom Budapesten. Vasárnap kellett volna induljunk. Annyika voltam az asztalnál, Domi hívott, hogy a hajó lemondta a koncertet. Sok. Alig tudtam már megszólalni, nem is szólaltam, mondtam, oké. Mondott, oké, köszi. Lóri hívott, mert szerintem Domi leadta lehet a drótot Lórinak, hogy Alin nincs jó. Fel kellett állni az asztaltól, mert éreztem, hogy le fogok égni anyám, mint előtt, hogy elkezdek könnyezni, de nagyon ki akartam menni. Na, de nekünk az, tehát még a tegnap este próbán azon tanakodtunk, hogy mit mondjunk a határon, mert hogy tesztünk nincs már, nyilván most ne folyunk bele, mindenki szerintem tisztában van. Én mondtam a fiúnak, hogy megmondom a határőrnek, hogy légy szíves, elkezdek sírni, légy szíves, engedj át, mert akkor komolyan mondom. Lett van egy vendégünk is a koncertre, akit nagyon szerintem mindenki örült volna, ha megismeri, Járai Márka halott pénzből, és hétfőn kellett volna, hogy próbáljunk a menedzserünknek dominál, meg sütkérezni együtt vele, ismerkedjünk. Tehát az is már egy, meg Tamással a találkozás, hogy ennyi idő után, meg úgy mindenkivel, meg az, hogy együtt van a zenekar, és utazunk, mert azt beszéltük sokszor, hogy a karantén ide alatt, hogy üljünk be a buszba, és menjünk. Menjünk, és járassuk meg a buszt. Járassuk meg a buszt. Kerüljük, Újfalu, Csomafal, vagy Erdő, Alfalu, körbe, 6 órán keresztül. Meséljetek így a vége felé, mert úgy látom, hogy lejár lassan az időnk, de még szeretném azt megtudni tőletek, hogy mit adott nektek ez a pálya, mit tanultatok, illetve milyen tapasztalatok adottatok. Na, egyből elkomolyodtok. Hát, számomra az alkalmazkodás, mert mindig ezt mondta nekem otthon, anyu is, apu is, hogy lehetsz akármilyen jó a szakmádban, tök mindegy mi, ha nem tudsz alkalmazkodni a munkaközösséghez, az lehet párkapcsolat is akár, vagy barátság, vagy bármi, nem tudod megállni a helyet. Tehát nincs az a szituáció, amiben te mint személy, aki képtelen vagy alkalmazkodni, nem fogjuk utánad igazodni sok-sok ember, sőt az is lehet, hogy egy sem. És kompromisszumkészség, ennélkül nem működik meg. Jó, nyilván, ahogy az elmúlt 5 percben is itt, ami lefolyt, megvan bennünk a bolondság, megvan bennünk, kisi hóboltosak vagyunk, és nem, és akaratlan nem használtam azt, hogy művészek. Na jó, hát én azt hiszem, hogy ezzel a szép válaszkörrel zárnánk akkor a mai adásunkat. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy eljöttetek, várunk vissza majd, ha még lesz kedvetek jönni esetleg. Ha még zenít, de nem akkor. Akkor felkészülünk a következő eseményre, egy stand-up comedy műsorra. Abszolút. Na, megtanulok egy viccet. Tudsz egy jó viccet? Ne, megtanulok több. De ennyi jobbak a szíves, kevésbé fáraszókat. Berakok egy ilyen kaszkát a fülembe, sorok, meg kérek diktáltatni. És fége olvassa. És akkor fége mondod. És gáz lesz. Miért guggolós bor a guggolós bor? Na miért? Azért, amikor mész át a szomszéd kapuja előtt, guggolva mész át, hogy ne kínálj meg a szarborában. No, hát reméljük, hogy a nézőknek nem lesz ilyen guggolós borokból élménye, de annál több 4-es street koncerten fognak majd részt venni. Ha tetszett a videó, akkor hogy? Jövőbe, igen. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, iratkozzatok fel a csatornákra, iratkozzatok fel a 4-es street csatornájára is. Kövessétek őket Instán, Facebookon, Twitteren, a Twitteret Spotify-on, és minket is ugyanígy, és Patreonon is.
Sziasztok! Sziasztok!